Pécsi és Pécs környéki horvát értelmiségiek alapították 40 évvel ezelőtt az August Chenoa horvát klubot, ami azóta is a horvátok kulturális központja, egyfajta igazodási pont. A most befejezett mintegy 50 millió forintos beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg. Amíg nem volt más horvát intézmény a városban, addig ez volt a minden héten a találkozási hely, a különböző rendezvények központja, és gyakorlatilag azóta szerintem nincs olyan pécsi és Pécs környéki horvát, aki legalább egyszer ne látogatott volna el valamilyen rendezvényre. Sajnos a 40 év alatt azért elkoptak a székek, a falak, és néhány évvel ezelőtt az államtitkár úrral egy rendezvényen vettünk részt, ahol elpanaszoltuk, hogy most már ráférne egy felújítás az épületre, és szerencsére meghallgatott minket, és a magyar kormány segítségével sikerült az utóbbi néhány hónappal felújítani az épületet, és azt gondolom, hogy valóban egy impozáns épület, egy impozáns központ jött létre, egy galériával, egy multifunkcionális térrel, és remélem, hogy ha 40 évig vonzott az itt élő horvátokat, hogy a fiatalok is ezután is megtalálják itt azokat a programokat, amire érdemes bejönni, és ez a klub továbbra is a Pécs és Pécs környéki horvátok legfontosabb kulturális központja lesz. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta, a beruházás egyik fontos célja volt, hogy méltó környezetet biztosítson a nemzetiség, azon belül pedig különösen a fiatalok számára. Elmúlt egy évtizedben hatalmas nagy változás történt a magyarországi nemzetiségek életében, és azon belül a horvátokéban is, hiszen több iskolát vettek át, több kulturális intézményt tartanak most már fent, fantasztikus felújításokat valósítottak meg, és önkormányzatiságokban is megerősödtek. És ezért azt gondolom, hogy a magyarországi horvátok is nagyon fontos, hogy megkapják azt a támogatást, amely kultúrájuk, nyelvük, közösségeik megőrzését és továbbadását szolgálják. Így történt ez itt Pécsett is, és így történik egyébként országszerte is, hiszen csak ebben az évben több mint 40 településen olyan beruházások történnek 630 millió forintért, amelynek eredményeképpen kisebb épületek, közösségi házak, közösségi területek, nagyobb iskolák, és adott esetben kulturális helyiségek is megújulnak, vagy pedig újak épülnek. Ebbe a sorba tehetőbe, hála Istennek, a kulturális háznak, épületnek a megújítása is, amelyre bőven ráfért a munka, bőven ráfért a felújítás, és gyönyörű lett, azt kell mondanom. Pécs egyik értéke, gyöngyszeme lett, és az az 50 millió forintos támogatás, amellyel a kormány mindezt támogatta, én azt gondolom, hogy jól hasznosult. Mindezt persze akkor érdemes támogatni, és akkor hozza meg igazából a gyümölcsét, hogyha maga a közösség az tartalommal megtölti. Akkor, hogyha a közösség mind kulturális, mind pedig nyelvi szinten erősödik, és megmarad. És Magyarország kormányának a következő 4 évben is az a célkitűzése, hogy magyarországi nemzetiségeket, így a horvátokat is mindenképp ebben a törekvéseikben segítsék. Az August Chenoa Horvát Klub külső-belső felújítása több lépcsőben valósult meg. Aki esetleg nem volt az utóbbi 5-6 évben a klubban, az valóban rácsodálkozik a változásokra, hiszen körülbelül 4-5 évvel ezelőtt az udvart újítottuk föl, és azt gondolom, hogy ott most egy ilyen igazi mediterrán kis sziget alakult ki itt az udvaron. Sikerült a külső felújítást is elvégezni minden oldalról. Arra is ráfért már a felújítás és a belső felújítások. Igen, van még egy felső szint, amit most nem volt pénzünk, de remélem, hogy
hogy vagy saját forrásból, vagy a kormány segítségével azt is sikerül majd felújítani, és akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg a következő néhány évtizedre megoldott mindenfajta ilyen problémánk. Itt vagyunk a város központjában, egy igazi mediterrán kis sziget ez tulajdonképpen, és a turisták is, ahogy mennek a klub mellett, látják horvát zászlót, horvát feliratokat, ők is rácsodálkoznak. De azon kívül mondom, a magyar itteni horvátoknak is ez egy ilyen állandó találkozási pont, egy hely, ahol mindig találnak valami jó programot. Nem beszél arról, hogy most az utóbbi időben meg is emlékezünk azokról a horvátokról, akik a klubért vagy a városban élő horvátságért sokat tettek, azoknak egy emléktáblát avattunk minden évben. Úgyhogy én azt mondom, hogy méltóan őrizzük a hagyományokat egyfelől, de gondolunk a jövőre is. Az ünnepségen arra bíztatták a magyarországi horvát közösséget, hogy továbbra is töltsék meg lélekkel, tartalommal és sok-sok szépséggel a házat.